Híradónkat látják, köszöntöm kedves nézőinket! Tovább növekszik Pápán a koronavírus fertőzöttek száma. Tegnap este a Pápavárosi Televízióban jelentette be dr. Áldozó Tamás polgármester azt, hogy a hétfői egyről keddestére 6-ra nőtt a városban az igazoltan koronavírusos személyek száma. Ma délután pedig sajtótájékoztató keretében arról számolt be a polgármester, hogy további igazolt fertőzéseket mutattak ki a tesztelések. A mostani időpontig 16 koronavírusos szemét tartanak nyilván Pápán. Ritkán van szükség arra, hogy polgármesterként rendkívüli lehetőséget kérjek a megszólalásra. A Pápavárosi Televízió stúdiójából a szerkesztőség Facebook oldalán jelentette be dr. Áldozó Tamás tegnap este a hivatalos teszteredmények megérkezését követően, hogy a Teveli úti otthonház igazoltan fertőzött dolgozójával közvetlen kapcsolatba került 3 munkatárs koronavírus tesztje negatív lett. De a hétfőn bejelentett, szintén igazoltan fertőzött pápai személy 2 családtagjának mintája pozitív eredményt mutatott. A kontakt kutatás során ellenőrzésre küldött mintákból további fertőzés derült ki. Az erzsébetvárosi óvoda egyik óvónőjének tesztje lett pozitív, 2 közvetlen családtagjával együtt. Így a hétfői egyről keddestére 6-ra nőtt Pápán az igazoltan koronavírusos személyek száma. A járásban már korábban kiderült 3 igazolt fertőzött mellett. Utasítottam a városi óvodák vezetőjét, hogy az erzsébetvárosi óvodát augusztus 5. szerda reggeltől zárja be, és erről az érintett családok értesítését még ma keddeste kezdje meg. Az óvoda az alapos fertőtlenítő takarítás után fogadhat újra gyerekeket. Ma, szerda délután a koronavírus fertőzöttek számának további növekedéséről számolt be a város polgármestere. Az igazolt pozitív esetek száma ma szerdán 16 órára elsősorban újabb ismerté vált pápai esetekkel 16-ra nőtt. Tehát 6-ról 16-ra nőtt. Tegnap este arról tudtunk számot adni, hogy az egyik erzsébetvárosi óvodában dolgozó kolléganőknek a tesztje pozitív lett, ezért az erzsébetvárosi óvodába rendkívüli intézkedéseket kellett bevezetni. Az óvodát ma reggeltől bezártuk, és ott egy fertőtlenítő takarítás kezdődött meg. Köszönjük szépen az érintett családok együttműködését. A Teveli úti otthonházat érintő kontaktus kutatások eredményei is megérkeztek szerda délutánra. A Teveli úti otthonházat illetően kedvezőtlen fejlemény az, hogy a vizsgálatra elküldött minták közül egy gondozott mintája pozitívnak bizonyult. A bácsi tünetmentes, az Ajkai kórházba ápolják, és a sajtótájékoztató alatt érkezett az a hír, hogy a többi levett minta, tehát valamennyi gondozott és valamennyi ott dolgozó kollégánk mintája viszont negatív lett. Úgyhogy ez pedig jó, mert az egy pozitív eset után hajlamos volt mindenki ennél rosszabb következményekre gondolni. A polgármester arról is beszélt, hogy az önkormányzat nem rendelkezik azokkal a hatáskörökkel, melyekkel a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben rendelkezett. Ezért saját intézményi környezetükön túl további intézkedéseket nem kezdeményeznek. Ugyanakkor az önkormányzat megfontolja, hogy milyen rendezvényeket fog megtartani. Egyelőre úgy tervezik, hogy a Hősök napját megtartják, és készülnek az augusztus 20-ai ünnepségre is, mely a korábbi évekhez képest visszafogottabb lesz, mondta el dr. Áldozó Tamás. Államalapító Szent István ünnepét új helyszínen tartják, a pápai Csülök, Cicege és Borfesztivált pedig elhalasztják városunkban. Augusztus 20-án az Eszterházi kastély udvara lesz a program helyszíne. Rövid műsor után átadják azokat az elismeréseket, melyeket rendszerint március 15-én vehetnek át az érintettek. Az idei év azonban rendhagyó, és ehhez a rendhagyó helyzethez igazodnak a rendezvények szervezői is. Államalapító Szent István ünnepének hagyományos pápai helyszíne az Erzsébetliget. Idén azonban nem itt lesz a rendezvény. A koronavírus veszély miatt augusztus 15-e után sem lehet 500 főnél nagyobb rendezvényt tartani, ezért városunkban a szervezők úgy döntöttek, hogy az augusztus 20-ai ünnepséget az Eszterházi kastély udvarán tartják, ahol ellenőrizhetőbb a létszám, a ki- és bejutás. A kastély udvar egy zártabb, kontrollálható tér, és gyakorlatilag emiatt
helyeztük át a helyszínt. Augusztus 20-án 17 óra 45 perctől Pápaváros fúvós zenekara fújja a toborzót. Az ünnepségen Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke mond beszédet. Ekkor vehetik át az elismeréseket azok a kitüntetettek, akiknek erre március 15-én nem volt módjuk. A JMSK augusztusra több koncertet is tervezett a főtérre, ezek elmaradnak. A szeptemberi borfesztivál programja korán elkészült, ezt le kellett már adni, hisz a szervezéshez pályázati támogatást kapott a JMSK. Nem elmarad a rendezvény, hanem majd egy másik időpontban tartják meg, mondta Bognárné Novák Ilona, hozzátéve, hogy minden program szervezésekor igazodnak a járványügyi helyzethez, előírásokhoz. Pétervári Tamás, a Gróf Eszterházy Múzeum régésze nagy hangsúlyt fektet a közösségi régészet népszerűsítésére, tehát a civilek és a szakemberek közös munkájára. Számos közös kutatást szerveznek, valamint feltárásokban is közreműködhetnek azok, akik csatlakoznak a csoporthoz. Legutóbb két új tag jelentkezett, akiknek köszönhetően értékes leletekkel gazdagodott a múzeum gyűjteménye. Utak mentén címmel működik a program, mely a régészettel foglalkozó szakembereket és a lelkes, tevékeny érdeklődőket fogja össze, akik így közösen fontos örökségvédelmi feladatot látnak el. Az új csatlakozók közül az egyik Nagy Balázs, aki régóta érdeklődik a történelem iránt, egy halomsírokból származó lelet együttest adott le a múzeumban. Nem csak egy új lelőhelyel gazdagodtunk, hanem a tárgyakon keresztül rengeteget megtudunk erről a halomsírmezőről, amely a késő bronzkorban az elitnek, az arisztokráciának volt a temetkező helye. Dr. Pétervári Tamás elmondta, az anyagban szerepel lándzsahegy, kard, illetve egyéb presztízstárgy is, melyek ritkán kerülnek elő az ásatások során. Most ennek az ő kezdeményezésének vagy nyitásának köszönhetően a helyszínen egy kutatási projekt is indul, szintén a közösségi régészeti csapatunkkal hitelesíteni fogjuk azokat a helyeket, ahol ő ezt megtalálta, hogy több információt tudjunk meg arról, hogy esetleg arról, hogy kiket temettek ott, maradt-e ott az eltemetett arisztokráciának valamiféle egyéb hagyatéka is, akár csontok, amiből aztán később DNS adatokat tudunk nyerni. A másik új tag Varga Attila, aki főként római kori és középkori leleteket vitt a múzeumba, ő dokumentálta is, hogy pontosan honnan származnak ezek a leletek. Nagyon fontos, hogy nem csak tárgyakat szolgáltatnak be, hanem a lelőhelyekről információt, hiszen minket nem elsősorban maga a tárgy, ami érdekel, bár természetesen az esztétikai érték is fontos, ugyanakkor meg az információ számunkra lényeges, amit a lelőhelyről megtudunk a tárgyakon keresztül, és így a lelőhelyen keresztül pedig az adott település múltjáról tudunk rekonstruálni valamiféle történet. A Gróf Eszterházy Múzeum régésze elmondta, továbbra is várják mindazokat, akik szeretnének csatlakozni a történelem, a régészet iránt érdeklődő csoporthoz. A Pannonia Reformáta Múzeum csatlakozik az Orgonák Éjszakája elnevezésű országos rendezvényhez. Augusztus 8-án szombaton este várják az érdeklődőket az Ótemplomba, ahol Parola Csaba és Gönye Martin szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Az alkalmon közreműködik Eisenbeck Ágota és Takács László. A rendezvény ingyenes. A Filharmónia Magyarország 2019-ben szervezte meg először az Orgonák Éjszakáját. A kezdeményezéshez idén a Pannonia Reformáta Múzeum is csatlakozott. Az ötletet azt mindenképpen Martinnak, Gönye Martinnak köszönhetjük. Ő volt az, aki a tavalyi évben felhívta a figyelmünket arra, hogy van ez a kezdeményezés, és hát itt van ez a gyönyörű ótemplom, van egy fantasztikus hangszerünk, a hangszerek királynője, és hogy szólaltassuk meg, és kapcsolódjunk ehhez az országos programsorozathoz. Gönye Martin a nagy templom kántora, és Parola Csaba egyházzenész karnagy, a református templom kántora szólaltatja meg augusztus 8-án este a hangszert. A kezdeményezésnek a célja az, hogy az embereket minél közelebb vigyék, vagy minél közelebb vigyék a orgonaművészek, orgonisták, kántorok a közönség felé, vagy a közönséget az orgonához. Az alkalmon felcsendülnek többek közt Liszt, Bach és Mendelssohn művek, valamint zsoltár improvizációk is. Közreműködik Eisenbeck Ágota és Takács László. A koncert augusztus 8-án szombaton 20 óra 30 perckor kezdődik a református ótemplomban. A rendezvény ingyenes, szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Az elkövetkező percekben városfejlesztési hírösszefoglalónk következik. Múlt héten megkezdődött a közlekedési lámpák felszerelése a Somlai Bocsor Erkel utca csomópontjában. Ennek a hétnek a második felében pedig várhatóan a többi lámpa is a helyére kerül. A kivitelezők a napokban a gyalogos átkelőkhöz vezető járdaszakaszokat is leaszfaltozták, tudtuk meg a bejáráson. A fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című Európai Uniós projekt keretében készülő lámpás kereszteződés biztonságosabbá teszi minden közlekedő számára a rendkívül forgalmas csomópontot. A Somlai Bocsor Erkel utca kereszteződésében június elején kezdődött meg a munka. Most már a befejezéshez közelít a kivitelezés. Múlt héten megkezdték a lámpák felszerelését, kedden pedig az aszfaltozási munkákat végezték. A gyalog gyors elvezető szakaszoknak az aszfaltozása zajlik. Ezt egy szegélyépítés előzte meg, illetve a murvával való feltöltés, tömörítés, és mind a négy pontján ennek a kereszteződésnek az aszfaltot helyezik el épp a kivitelező munkatársai. A lámpákból ugye kettő már fönn van, mi a folytatás? A folytatás, hogy az álló oszlopokra a további lámpákat elhelyezik. Ez a Bocsor, illetve az Erkel utcából való kihajtásnál oszlopról történik majd a szabályozás, illetve a gyalog átkelő helyeken is lámpával történik a gyalogosok átsegítése az út egyik oldaláról a másikra. Ezeknek a lámpáknak az elhelyezése is a közeljövőben várható. A munkák folytatásában a kereszteződésben felmarják az aszfaltot és új koporréteget húznak rá. Erre festik majd az útburkolati jeleket és a gyalog átkelőt. Ez azt jelenti, hogy még néhány hétig lesz munkavégzés a csomópontban, ez pedig forgalomkorlátozással és sebességkorlátozással jár. Figyelmeztetett dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, aki dr. Áldozó Tamás polgármesterrel tekintette meg a fejlesztést. Van elkerülő lehetőség ennek a csomópontnak most az építés alatt, de mintha mi sem történne, mindenki ugyanúgy közlekedik, ráadásul még a 30-at sem tartják be. Nagyon óvatosan kell közlekedni. A képviselő úgy fogalmazott, jó döntés volt a város részéről, hogy bevette a közlekedési pályázatba ezt a kereszteződést is, hiszen régi probléma oldódik meg most. Ez kellett egy pályázat, meg kellett a testületnek az elhatározása, hogy a biztonságosabbá tegyük a közlekedést. Először is kiépült egy településkapu a Somlai úton befele, tehát az kénytelen kelletlen az autós lassítani. És itt meg most lámpa lesz, ami azt jelenti, hogy a biztonságos áthaladást mind a gyalogosnak, mind pedig az autósnak megteszi, és, vagy elősegíti, és talán azok a koccanásos balesetek, azok megszűnnek, ami eddig itt volt. Tehát figyelni kell továbbra is, a lámpa eligazítást ad, és ez nagyon fontos mindenki szempontjából, de továbbra is azt mondom, amivel kezdtem, hogy óvatosan. A több elemet tartalmazó projektnek még egy beavatkozási helyszíne van. A Téglagyári úttól a bázisrepülőtérig kerékpárút épül. Jelenleg a kivitelezői közbeszerzésre beadott ajánlatoknak az értékelése zajlik. Ezzel pedig ott tartunk, hogy az első hiánypótlási szakasz lezárult. Sajnos a kivitelezők, illetve az ajánlattevők nem adtak be teljes minőségű anyagot, ezért egy újabb hiánypótlást kellett kiírni. Ennek a benyújtási határideje hétfő. Én nagyon remélem, hogy az ajánlattevők teljes körűen fognak hiánypótolni. Ez azt jelenti, hogy a közbülső döntést meg fogjuk tudni hozni nagyon gyorsan, és reményeink szerint pedig az utóellenőrzéssel hamarosan fel tudjuk gyorsítani a folyamatot, és elkezdődhet a kivitelezés. A sikeres közbeszerzést követően ősszel kezdődhet meg az újabb építkezés. 100 millió forintos beruházással mini hotel épül a Várkertfürdő uszodájának épületében. A beruházás eredményeként saját szálláshelye lesz a létesítménynek, ami régóta igényként merült fel a vendégek részéről. A 14 kis apartmant tartalmazó hotel első szobája már csak nem teljesen elkészült, ezt tekintette meg dr. Áldozó Tamás polgármester. A tervek szerint a hotel 7 apartmannal már szeptemberben megkezdheti a működést. A Várkertfürdő uszoda épületének emelete korábban irodáknak, csoportos öltözőknek és a fitneszteremnek adott otthont. Ezek helyén alakítják ki a mini hotelt 14 apartmannal.
14 szobára van lehetőségünk fizikálisan, ennyit tudtunk kialakítani az emeleti részen. Ezek nagyságrendileg 8x3-as szobákat jelentenek, ezen felül mindegyik szobához tartozik egy kis téli kertes, erkélyes helység, ami további 5-6 négyzetmétert jelent. A lakóegységek kialakításánál arra törekedtek, hogy a hosszabb távú itt tartózkodás is kényelmes, komfortos legyen. Megpróbáltunk apartman jellegű szálláshelyekben gondolkozni, ami azt jelenti, hogy egy szállodai szobához képest megpróbálunk konyhát is biztosítani a vendégeknek hűtővel, mikrohullámú sütővel, vízforralóval és mosogatóval egybekötve. Az első építési ütemben 7 szoba készül el. Az elmúlt időszak a vírushelyzet miatt egy kicsit kellett gondolnunk az időintervallumokat és a határidőket. Most azt tűztük ki célul magunknak, hogy a 14 szobából hetet megpróbálunk szeptember 1-ére megnyitni, és a maradék hetet pedig körülbelül egy hónapos csúszással majd. A 7 szoba az jelenleg készen van, festve, glettelve van. Most várjuk a bútorosokat és a szerelvényezőket, akik a fürdőszobát felszerelik. A mini hotel fontos hiánypótló eleme a Várkert fürdőnek, jelentette ki dr. Áldozó Tamás polgármester a bejáráson. Mint mondta, meglévő vendégigényeket szolgál ki, és többletbevételt hozhat a létesítménynek. Ugyanakkor a város egészének is fontos a szálláshelybővítés. Mindig arra vártunk, hogy előbb-utóbb mi is felkerülünk arra a térképre, ahol majd valamelyik nagy befektető fog építeni egy nagy szállodát. Hát ez még egyelőre várat magára, természetesen ezt az esélyt sem adjuk föl, de közben a két évtized alatt apró lépésekben mégiscsak nagyon sok szálláshely alakult ki a városba. Ugye van, amelyikben azt mondhatjuk, hogy világszínvonalat tudunk produkálni, ez a kempingezés. Ugyanakkor emellett nagyon jó színvonalú hotel és panziók is épültek már. Ha így nézzük, ez a 2x7 apartman, amit készül a fürdőbe, a pápai piac méretéhez képest sem hoz lényegesen nagy változásokat, mégis ebben a lépésről lépésre történő építkezésben ez egy újabb fokozat, és ha már összeszámoljuk azokat a jó minőségű szálláshelyeket, amelyek a városban rendelkezésre állnak, akkor azt mondhatjuk, hogy összességükben már egy jó közepes méretű szállodát ki fognak majd adni. A nettó 100 millió forintos mini hotel építését a Pápai Termálvízhasznosító ZRT saját erőből finanszírozza. Ehhez a forrást a korábbi ingatlan értékesítések biztosították. Körülbelül 700 méter hosszan elkészült már az új járda a Gróf úton. Jelenleg a 3. és a 4. utca közötti szakaszon dolgoznak az építők. A járda felújítási munkák április elején kezdődtek meg. A beruházás keretében 1150 méter hosszan épül új járda a Gróf út páratlan oldalán. A bontás, a tükör kiszedése és az új ajzat megépítése zajlik a 3. és 4. utca közötti szakaszon, a Gróf út páratlan oldali járda felújításánál. Ez azt jelenti, hogy a 4. utca sarkáig teljesen elkészült a járda. Ebben benne van olyan többlettartalom is, amit egyébként a mi ajánlatunkban nem szerepelt. Így például a csúcsban levő leszálló oldali buszmegálló rész, illetve az 5. utcánál a Vajda lakótelep felé vezető felvezető rész, amit úgy gondoltunk a gyalogátkelőhely felé vezető kis szakasz, amit úgy gondoltunk, hogy nem szabad olyan állapotba hagyni, ahogyan, hanem mi úgy gondoltuk, hogy ez, akkor lesz teljes ez a Gróf úti felújítás, hogyha ezekkel a többlet elemekkel készítjük ezt el. A munkák zavartalanul folynak. Az építők igyekeznek úgy végezni a felújítást, hogy az a legkevésbé zavarja a Gróf úton élőket, és a nagy gépjármű forgalmat se veszélyeztessék. Nem volt semmilyen probléma, igazában el tudtuk helyezni a térkövet, amit ugye azért folyamatosan ide kell szállítani, és tárolni kell ahhoz, hogy el tudjuk helyezni a járda felületen, ezt is meg tudtuk oldani, hiszen mindig voltak vagy bekötő utcák, vagy pedig olyan nagyobb felületek az útnak a túloldalán, a lakótelep felől, ahova ezeket el tudtuk helyezni. Illetve én azt gondolom, hogy figyelemmel vannak az itt közlekedők, hiszen nem jelezték a kollégáim, hogy bármilyen komolyabb balesetveszély lett volna, figyelnek arra, hogy itt nagyobb munkagépek dolgoznak. A Gróf úti járda felújítás hosszúságát és költségét tekintve is az egyik legnagyobb beruházás, emlékeztetett a városvezető a tegnapi bejáráson. A járda hossza 1150 méter, tehát meghaladja az 1 kilométert, a felület pedig 1484 négyzetméter, mindez 1332 méter szegélyt kellett építeni, hiszen volt olyan szakasz, ahol mind a két oldalon szegély készült,
a bekerülés bruttó összege pedig 45 millió forint. A bekerülési összeg 2/3 pályázati forrás, 1/3 saját forrás, az egy rendkívül előnyös szerkezet a fedezethez. Ugye van benne most is pályázatunk a Veszprémi út, külső Veszprémi útat érintő szakaszokra, reméljük ott is hasonlóan barátságos támogatási környezetbe fogunk tudni majd járdát építeni. A már megújult járdaszakaszok jó minőségét igazolja, hogy gyakran a kerékpárosok is itt közlekednek, annak ellenére, hogy a Kressz szerint ezt nem tehetnék meg. A Grófutnak az 5. utcáig tartó szakasz az nagyon forgalmas, ráadásul össze-vissza parkolnak az autók is, egyébként jelentős részben a szabályokra fittyet hányva. Őszintén nem csodálkozom azon, hogyha itt a kerékpárosok néha a járdát választják, de ugye nem sokára pont ezt a szakaszt fogja kiváltani ez a kerékpárút, amelyik a Várkert úttól fog megépülni majd a Vajdai postáig, és akkor tudják az alternatív útvonalat is választani. Ez a projekt jelenleg a közbeszerzés előkészítésénél tart, de a munkák még idén megkezdődhetnek, mondta el dr. Áldozó Tamás. Kedves nézőink, hallgassanak meg egy közleményt! Dr. Töreki Vörös Ibolya, a Gróf Eszterházi Kórház főigazgatója tájékoztatja a kórház betegeit és a látogatókat, hogy tekintettel a pápán és a pápai járásban az elmúlt néhány napban kimutatott koronavírus fertőzött esetszám halmozódására, betegeik védelme érdekében augusztus 5-től kezdődően visszavonásig, saját hatáskörében eljárva látogatási tilalmat rendel el a kórház egész területére vonatkozóan. A látogatás csak a kezelőorvos, az osztályvezető főorvos engedélyével indokolt esetben lehetséges. Csomagot a betegek részére minden nap 17 óráig a főportál lehet leadni. Most pedig nézzük, milyen időjárás várható az elkövetkező napokban. Csütörtökön a Dunántúlon és délen még lehet kevés zápor, zivatar, a nap nagy részében azonban már száraz, egyre naposabb időre van kilátás. Az északkeleti szél még többfelé élénk, erős lehet. 27-33 fokot mérhetünk. Péntekre visszatérnek a 30 fok feletti maximumok. Napos, túlnyomóan száraz időre van kilátás. Az északkeleti szél még többfelé élénk, helyenként erős lehet. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, viszontlátásra!